Idén 10. alkalommal rendezték meg a Magyar Pékszövetség Szent István napi kenyérversenyét, amelyben két kategóriában osztottak díjakat. A Szent István napi kenyér kategóriában a Solymár Gyöngye nyert, míg az innovatív kenyér kategóriában a tiszaparti magvas kézműves kenyér. Lakatos Tibor a szövetség alelnöke szerint idén nagyon jó volt a búzatermés, ezért jó kenyér várható országszerte. Kimagasztó jó eredménye volt a búzatermésnek, hiszen a kevesebb vetőterületen nagyobb hozamot értek el a gazdák. Tehát igazából maga a időjárás is hozzájárult ahhoz, hogy jó minőségű búza került ki a malmokhoz, és a malmok ugye jó minőségű búzából tudtak övezni lisztet. Ugye ezt tudjuk jól, hogy az elején még az a friss búza az még nem teljesen alkalmas a kenyér készítéséhez, tehát most még az elején ugye keverik a tavalyi búzát az idei búzával, és ugye nyilván ahogy elfogy, onnantól kezdve akkor már csak az új díszből készült kenyereket fogják dagasztani a pékek. Ebben az évben szinte minden gazdasági szektorban megfigyelhető az alapanyag hiány, ami árdrágító hatású. Ezért a liszt esetében sem lehet kiköszöbölni az inflációt. A Pékszövetség alelnöke úgy számol, hogy a kenyér előállításának önköltsége emelkedni fog. Az persze kérdés, hogy a boltokban ez mekkora drágulást jelent. Az idén is két lépcsős áremelésre számíthatunk a lisztnek a állát tekintve. Ugye azt nagyon tudjuk, hogy egy kiló lisztbe, vagy kiló kenyébe 70 dekaliszt liszt szükséges, ezt dagasztjuk bele, és ugye hát nagyon egyszerű kiszámolni, hogy eddig ebben az évben bekövetkező több mint egy 20%-os lisztelemelés, ez igazából biztos, hogy befolyásolni fogja a kenyérnek az önköltségét. Ugye azért nem árat mondok, hiszen a kereskedelem nem fogja meghatározni az árat, hogy ő milyen árpolitikát alkalmaz a sütőipari termékek vonatkozásában, az nyilván az üzletpolitikájától függ, de az tény, hogy az önköltség ez nőni fog a sütőipari termékek előállításánál. A malomipar augusztusban már emelte a liszt árát, de szeptemberben újabb drágulásra számítanak. A liszt áremelkedése éves szinten megközelítheti a 20%-ot. Elemzők szerint a kenyér ára az első fél évben nagyjából 8-10%-kal emelkedett. A fehér kenyér kilója az ősszel már elérheti, sőt akár meg is haladhatja a 400 forintos lélektani határt. A KSH adatai szerint idén az első fél évben a liszt 8, a búza pedig 30%-kal drágult. Érdekes adat, hogy a KSH felmérése szerint a magyarok éves kenyérfogyasztása szinte a felére csökkent 20 év alatt, míg az ezredfordulón fejenként átlagosan 63 kg kenyeret fogyasztottunk el évente, addig manapság mindössze 37 kg-ot. Azaz, ha el is éri a 400 forintos határt a kenyér ára, akkor is fejenként egy évben 14.800 forintot költünk kenyérre.